A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság teljes működési területén végzett ár- és belvízvédelmi felülvizsgálatot, hangzott el az értékelő megbeszélésen. Ez azt jelenti, hogy több mint 600 kilométer töltés szemléje, 20-nál is több szivattyútelep ellenőrzése történt, de a belvíz csatorna rendszert is áttekintették, amelynek hossza meghaladja a 3000 kilométert. Ezen felül a védelmi anyagokat és a raktárakat is ellenőrizték. Teljes körülön áttekintettük az ár- és belvízvédelmi rendszernek a karbantartottságát, teljesítőképességét, a töltések, csatornák, szivattyútelepek, víztározók helyzetét, és azt állapítottuk meg, hogy valamennyi területen a munkatársaink a szükséges felkészítéseket elvégezték. A védelmi rendszer egyenszilárdságú, védbiztonságot veszélyeztető gyenge pontokat nem találtunk. Természetesen értékeltük a védelmi gépek és berendezések állapotát is, ezek is mind működőképesek, valamennyi szivattyútelepünk is képes a feladat ellátására. A Feti Víziknél jelenleg 370 szakember dolgozik, a védelmi létesítményeknél 1700 közfoglalkoztatott segítette őket. Bodnár Gáspár véleménye szerint mindkét csapat kiválóan teljesített. Ez azért is fontos, mert árvízvédelmi szempontból a Felső-Tisza vidék a legkockázatosabb. A terület fel van készítve a szélsőséges, nem várt időjárási körülményekre is. Mint elhangzott, az árvizek sosem az országhatárnál indulnak, ezért fontos a nemzetközi kapcsolattartás is. Nagyon fontos, hogy működik az előrejelző és riasztó rendszerünk. Ez azt jelenti, hogy Kárpát aljáról jönnek 5 percenként az adatok a hegyvidéki vízgyűjtőről. Ezeket a kollégák éjjel-nappal ügyelet keretében értékelik, és a szükséges riasztásokat meg tudják tenni. Ez az állomásrendszer több mint 170 állomásból áll. Kapunk információt a lehullott csapadékról, a léghőmérséklet változásáról, illetve a folyókon a vízszintek alakulásáról is. Az értekezleten elhangzott, a térség tározóiban jelenleg súlyos vízhiány van, így a Feti vízig egyik kiemelt feladata lesz, hogy nem elvezetik, hanem visszavezetik majd a téli csapadékot.